Hagyj kérdezzem meg közben, hogy Hagen Péter és még a srácok ráérnek egy kicsit, mert akkor a dramaturgiáról és a fordításról egy picivel később beszélni, viszont Csernágyi most nem tudta, hogy el kell 4 óra körül mennie. Akkor jó-e, hogy vannak ilyen nagy párosok, illetve Csernágyi most szereti ezeket a megszokott párosokat? Tehát itt elsősorban a Liam Neeson-re, Harrison Fordra utalok ezzel. Szeretem, mert olyan hozadéka van számomra, ami egy nagyon örömteli dolog. Nagyon sok haszon és nagyon sok öröm van abból, nem ebben a sorrendben, hogy az embert azonosítják egy külföldi kollégával. Nekem nagyon örömteli dolog, és nagyon sok nagyszerű színésszel tudtam ennek kapcsán is együtt dolgozni, most magyar kollégákra gondolok. És például Sinkovics Imrével az Indiánában, akivel nagyszerű, utána 3-4 órát beszélgettünk a Villányi úton, még miután befejeztük a színkont az utcán. És nekem olyan öröm volt, hogy kifejezetten állandóan ellenőriztem magam, hogy vajon én akaszkodom rá, és ő egy udvariasan parírozza ezt a történetet. De nem, és úgy látszik, hogy ő is örömét lehet, én aztán nagyon-nagyon a beszélgetésben, és egy ez az első vagy a második szinkron volt, az is kétszer. Ez a második. Uh-huh. Második a Balogmisi stúdiójában volt. És ki volt az első rendező, aki ezeket a párosokat megalkotta esetleg, arra emlékszik? Ebben az esetben például a Csillag háborújában, ugye némileg az aktualitás felé hatoljunk el, dr. Márkus Éva volt, aki akkor még Kosztola Tibi asszisztense volt a Hivanének, és ő választott ki, én akkor nem tudtam, hogy ez egy ilyen nagy történet lesz, csak láttam valami jóba csöppenek bele, és aztán ez igazolódott is egészen a mai napig. Például ő volt az Márkus Éva, aki a názereti Jézusra készülve azt mondta, hogy Jánoskám, mindent annyiszor veszünk fel, ahányszor maga akarja. És volt, hogy 10-12-szer nekünk egy tekesnek, hogy mind a ketten baromira azt szerettük volna, hogy szuperlatívus legyen a szinkron is, ne csak a film. És hol én mondtam, hol ő mondta, semmi sem sértődés nem volt, egy intenzív, nagyon kemény munka volt. De még az előbb eszembe jutott valami, ami ide tartozik, hogy mikor kell az embernek visszakozni egy rendezővel kapcsolatban, hogy Várkonyi Gyula, ugye Marcsinit is említetted, őt kihagytam az előbbi felsorolásból. Várkonyi Gyulával csináltunk egy háromtestő feldolgozást, ez a 70-es évek vége felé volt, és én voltam a narrátor. Az 53-ban volt, azt hiszem, egy André Ünnebel, egy háromtestő. Ünnebel, igen, így van. És nagyszerű francia rendező volt, kalandfilm rendező is. És narrál is valami olyan felé, ő átúsztattak ott a lovokkal, mert nem tudom mi volt, és valami olyan szöveg volt, hogy igen, hát nagyszerű és nagyon jó az élet, hát igen, és most átmegyünk ám ilyenbe, és mondtam, hogy igen, de mondjuk azt, hogy hát hiába az élet olyan, amilyen. Sokáig gondolkodott a Gyula, hogy elfogadja az ötletet, aztán végül elfogadja. Találkozom vele egy fél évvel később, sok főszerepet osztott rám, amiért nagyon hálás vagyok. Ez még inkább a megelőlegezett bizalom kategóriája volt, és talán igazoltam azóta. Ezúttal is nagyon köszönöm neki, hogyha még él, és remélem, hogy él. És találkoztam vele fél évvel később, és azt mondom, hogy te, Jani, emlékszel rá? Ekkora ötlet volt észem, amikor azt mondtam neked, hogy az élet olyan, ami... Hát azt mondtam, hogy... Nyilván ő úgy emlékezett, nem rossz indulatból, vagy ilyesmi, hanem... És Liam Neeson, hogy mi volt az első? Őt a Nikodém Zsigának köszönhetem. Ő osztotta rám, hogy bujkált az ágy alatt a kislány. Ez az első élményem ebből a történetből. Ott sem gondoltam volna, hogy aztán ez bele, hát nem tudom, hogy kit lehetne elrabolni, állítól gondolkoznak rajta, nem tudom. És hát kérdezem meg, hogy a közönség közül esetleg bárki kérdezne. Megkérdezném, hogy mondtam hogy nem nagyon vállalja a szappanoperákat, hogy nem vállal, vagy nem hívják. Illetve ezt nem jutott még egy a gazdagok szépek, amiben még benne volt, hát az már 10 évvel ezelőtt. Gazdagok és szépek.
Igen, az igen, már, igen, 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 de nem az argenti-mexikai brazil sorozatba tartozó szappanok, de valóban abban benne volt. És Erik Forrestert. Igen, igen, és ez egy nívós sorozat volt. Nívósabb sorozat. Nívósabb. Azt lehet mondani. Igen, válaszolva a konkrét kérdésre, jó párat visszautasítottam, mert azért volt ebben egy, van egy kis hátsó történet, én vidéken lakom. És az állandó elfoglaltság. És az utazás, az állandó elfoglaltság, és ugye ez nem úgy történik, hogy azt mondjuk, hogy össze, vagy akkor nem úgy történik, hogy összegyűjtök 150 tekercset, bejövök, megcsinálom, hanem mindig felőkerült a figura, és volt egy tekercs, két tekercs, három tekercs. Tessék elképzelni mai benzinát, mert egy tekercsre felutazni, és utazni 140 kilométert. Szóval ennek ez az igaz és konkrét története. A színészek azt szokták mondani, hogy negatív szerep, azt ők szeretik. És hogy gondolkoztam a művészúrral kapcsolatban, hogy a negatív szerep is volt, az mindig kicsit olyan tépődő. Tehát olyan elemi gonosz szerepre nagyon kevésre emlékszek az ön életművéből. És ugye a New York Bandáiban Daniel Day-Lewis volt esetleg ilyen, illetve a Die Hard második részéből egyik főterrorista. Hogy a főterrorista. Hogy állt ez a negatív? A Die Hard az egy szereposztási tévedés volt. Az nem én vagyok, de mivel színészileg próbára tett, mert ugye az ember nem utasít vissza filmeket, horrorfilmet, egy exorcizistot a Lambrou Zsuzsánál jöttem el, és nem csináltam meg, mint aki hívott rá. De nem, általában nem ad vissza az ember szerepet, ezt is megcsináltam. Nem tudom, döntsék el önök, hogy sikerült. Szerintem remekül. Köszönöm szépen, próbáltam átlényegülni. Voltak más gyilkos szerepeim is, amiket sikerült, hogy az ember ilyenkor érdekes módon fel tudja smérblizni, kaparni a lelke mélyen. Amik azért néha, mint állat kijönnek az emberből, családi körbe is, meg minden. Úgyhogy nem csak anya-lánya viszonylatban vannak ilyenek, hanem apa-fia viszonylatban. Volt a másik film? Igen, a New York Bandái. Na hát az egy nekem egy nagyon kedvenc film, és a Leonardo DiCaprioval együtt sajnálom, hogy nem kapott végül is Oscar-díjat, csak jelölést. Mert a Scorsese-nek egy nagyszerű rendezése, és egy nagyon-nagyon jó film. Tehát mint kalandfilm, vagy mint képi világ. A kedvenc jelenetem belőle, nem tudom, hogy látták? Ha nem, akkor tessenek megnézni. Amikor a szembeül a rendőrrel a Daniel Day-Lewis, és akkor azt mondja, hogy a nyúl, hogy hát a nyúl az meghalt, és a nyúl, és a végén elsírja magát, teljes, de nem egy egyszerűen kutyába, szóval sír és kaparja magát, és a végén azt mondja, hogy vált, hangot vált, és azt mondja, na igen, akkor tessék folytatni. És ez a legmaradandóbb élményem ebből a filmből, ami színészileg, hát én a Unkász óta szeretem a Daniel Day-Lewis-t, az utolsó Mohikán óta. Úgyhogy nagyon szerettem, és nagyon boldog, hogy ezt a filmet én megcsinálhattam. Rendben, és ha nincs több kérdés, akkor hamarosan tartanánk egy rövid szünetet, és utána pedig a dramaturgia kérdéseiről beszélgetnénk elsősorban a magyar szöveg szerepéről, a fordításról. Viszont, hogy erre szépen lassan rávezessük a beszélgetést, még egy búcsú kérdést intéznek Csernák Jánoshoz, ez pedig az lenne, hogy mennyiben van-e különbség, és ha igen, akkor miben, aközött, hogy az ember milyen nyelvű filmeket szinkronizál színészként. Hát másképp kell-e beszélni egy olasz filmen, egy francia filmen, egy angol filmen, vagy ez a különbség jó szöveg esetén nem érzékelhető. A magyar szöveg át tudja ezeket a különbséget hidalni, át kell-e, vagy inkább tükrözni kell, hogyan? Hát nem tudom, én azt hiszem, hogy itt a kedves kollégáim megerősíthetnek ebbe, vagy nem. Hogy azért szóval igazán nagy kihívás jelje a kínai és a szuahéli nyelvjárás állít az embert, ahol egészen más szünetek vannak, mondott szerkezet, és ezeket át kell beszélni jobb híján, ugye, mert át kell beszélni végül is, hogy a történet létrejössen. A távol-keleti nyelvek ugye teljesen másképp mondják, és Japán miatt nagyon sok szegező, bár nagyon sok animét igazából angolról szinkronizálja meg magyarra, de ezért volt és nekem is volt dolgunk éppen elég eredeti japánnal, és azoknak valóban teljesen más a ritmus, teljesen más ritmusból kell felépíteni a dolgot, aminek viszont ugye dramaturg felelőssége, hogy úgy írja rá a szöveget, hogy azok elmondható magyar mondatok legyenek rajta. Én úgy gondolom, hogy az angolhoz nagyon jól alkalmazkodott a magyar annak ellenére, hogy az angol nyelv egy lényegesen kompaktabb és gyorsabb nyelv,
ez szerintem az oka annak is egyébként, hogy amikor az emberek elmennek mozgóba és megnéznek egy magyar filmet, és így csapkodják az asztalt, hogy mi ez a szar, hogy beszélhetnek így ezek az emberek, hát élő ember, nem tudom, mert hozzá alkalmazkodott a film ahhoz, hogy az amerikai dialógot hogyan fordítják magyarra a szinkron dramaturgok. Nem egy rossz tulajdonság, de ettől mást fogunk fel élőnek, mint amit egyébként adott esetben, ha ez nem lenne, csak magyar filmek lennek, akkor magyar... Ezen nem mentem föl egyébként a magyar filmeknek a dialógiait, mert tényleg pocsékak, tehát tényleg olyan emberek élják őket, akik mint hogyha nem is ebben az országban élnek. De ezzel együtt ennek fontos része az, hogy tényleg megszoktunk élni ebben a tempót. Igen. Ez így van. Hogy mi megszoktunk egy olyan jelenti tempót, és ebben az amerikai filmeknek, az amerikai színjátszásnak van egy olyan tempója, egy olyan ritmusa, amihez képest egyébként nagyon érdekes, mert hogyha mi is olasz filmbe kerünk, az olaszok sokkal gyorsabban beszélnek, a franciák is gyorsan beszélnek, és ez ott mutatkozik meg, hogy a szinkron az nem csak faltól falig tart, tehát nem az a lényeg, hogy amikor elkezdi és amikor abba hagyja, akkor szinkronak legyünk, hanem egy jó magyar szövegnek úgy kell megfelelni, hogy közben a szájmozgásokat nem is pontosan, de tempóra le kell fednie valamilyen szinten. Nyitásokat, így van. És ezért van az, hogy például egy olyan film, mint mondjuk a Taxi, ami egy kvázi egy amerikai dramaturgiából épülő film, de a francia tempóval, a francia beszéd tempóval, és nem lehetett oda akárkit hívni, tehát nem véletlen, tehát úgy gondolom, hogy azt a Kerekes József csinálta, tehát hogy ilyen, hogy ott nem lehet akárkit eladni, mert vannak olyan emberek, Isten bocsáss meg, nem akarok rosszat mondani, de a Hajdú Steve-et a fegyverrel kényszerítik, akkor se tud gyorsan beszélni. A Steve-nél sokkal gyakoribb az, hogy jó, akkor vegyünk ki néhány szót ebben. Megbarátkozunk a dolgokat. Igen, hát ha lenni vagy nem lenniből, hogy beszél? Abból már nem, igen. Nehéz, tehát hogyha klasszikusból kell valami csinálni, akkor pedig a klasszikusnak a tempója is más. De egyébként ez érezhető, tehát hogyha egy olasz filmbe megyünk bele, akkor ott sokkal gyorsabbat kell föl, franciánál sokkal gyorsabbat, illetve amerikai filmeknél, bizonyos amerikai film, főleg a vígjátékoknál ott kell egy sokkal gyorsabb tempózzal alkalmazkodni. És nem csak a nyelvek, hanem a gesztus nyelv is más. Tehát például a keleti filmeknél én kétszer csináltam kínai filmet úgy, hogy kínai nyelvű. Tehát, hogy kínai film volt és kínai nyelvű, nem angolból. És ott... Hát ott ugye úgy van az ember, hogy szedi szét, és akkor mondjuk egy mondattal elcsúszom, úristen, hát semmiről nem jövök rá, hogy hol tart le. Nincsen benne, ráadásul egy két klasszikus, úgymond klasszikus, hogy régi filmet csináltam, ami ugye nem mai, tehát még ilyen sem volt benne elrejtve, hogy Coca-Cola, vagy iPad, vagy valami, hogy ott tartunk, meg kimondták, semmi. Melyik volt ez a két film? A Hős. Az egy gyönyörű film, azt ajánlom megnézni, egyik életem egyik legszebb film, és a másik az a... Úristen, mindjárt nem mondom, a Tigris és Sárkány. Mind a kettő gyönyörű film. És például a Hősnél volt ilyen, emlékszem, hogy szedtem szét, és egy kicsit úgy elcsúszom, ez nem stimmel ide, és akkor elkezdtem előről. És akkor nézem a képet, mert itt biztos, hogy valami olyan történik, hogy mostogatta ki a fiát, vagy volt valami. Na most abban a jelenben szerelmet vallottak egymásnak képen. Tehát olyan, annyira más a gesztus nyelv, és annyira más a kifejezés, hogy véletlenül se lehetett lekövetni, és emlékszem, az egyik főszereplő Kőszeg Gyilkos volt, és ő volt a király. És akkor valahogy vettük, és valami mondatot nem tudtuk, és mondja nekem, hogy kiszól, azt mondja, te figyelj, mondd meg, hogy hol tartunk. És mondom, Ákos, mindjárt, mondom, meghallgatom, és akkor így viccelődtünk ezt, hogy meghallgatjuk. És ott nagyon sokszor volt ez, amit mondott a Dani, hogy ugye két szótak, három szótak, és iszonyatos, ezt egy kínai szakos fiú fordította, és aztán egy kínai szakértő még meg is nézte a szöveget, tehát hogy minden stimmeljen. De hát nem minden volt annyira szájra írva, és ott aztán iszonyú nehéz változtatni. Tehát amikor az összes minden egy szótagos szó már az embernek a fejében, hogy mivel tudom kiváltani, hogy szinkron legyen, nagyon nehéz, de egyébként ez egy nagyon jó munka volt. Egyébként a magyar nyelv csodáját bizonyítja az, hogy foglaljuk össze egy jó dramaturga, jó fordítóval, jó színésszel, jó rendezővel, csodákat lehet művelni a magyar nyelvvel, tehát mindent meg lehet oldani, gyakorlatilag, ugye ezt mondhatom nyugodtan. Most valami a fiam miatt kezembe kellett most vennem a négy kötetes Shakespeare-t, és ugye Coriolanust Petőfi Sándor fordította benne. Ugye, és a Hamletet Arany János. És azt is ezt szeretném mondani most gyorsan, de a saját felelősségemre, hogy a Hamlet
nem lett volna az arany nélkül olyan nagyszerű, mint amilyen. Tehát, hogy mi múlik a fordításon. Köszönjük szépen, és akkor tartanánk egy rövid 15-20 perces szünetet nagyjából, és utána folytatnánk a beszélgetést. Mindez alatt tud maradni, Csányosnak köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük.